Ehess, ihass, ölelhess, alhass, a mindenséggel mérd magad, sziszegve se szolgálok nyomorító hatalmakat. Na, tehát, hogy most felfedezték ezeket a gravitációs hullámokat, és mi is ez a gyakorlatban? Ugye úgy néz ki, hogy vannak ezek a gravitációk, és akkor itt ezek bizonyos erők hatására elkezdenek hullámozni. Nézzük meg mondjuk egy élő példát. Itt volt érzékelhető egy kisebb fajta hullám, azonban ez ugye elő tudja idézni azt, hogy ezek a naptömegek itt, ezek egy picit így elmozduljanak, és akkor ezek általában azért visszamennek. Viszont a kellő sebességgel érkezünk rá, ami azt jelenti, hogy nagyobb gravitációs hullámot akkor előállhat az a jelenség, hogy ez itt kicsit túlbillen. Tulajdonképpen észre sem vettük, de sétáló lett a Kazinczy utca, ugyanis elindult abba az irányba. Tehát itt ez már egy szabadon mozgó alkatrész, ami ugye nagyon veszélyes itt egyébként, mert bármilyen pillanatban egy fekvény.